Az örömzene vendégei Barczak Ergő és Pettik Ádám, a Besodrom két alapító tagja, akik a 20 éves jubileumuk alkalmából egy új lemezt raktak össze, és ez most megjelenik. Mennyire társadalomkritikus ez a lemez? Hát eléggé. Reméljük, hogy sikerült társadalom. Könnyű-e nektek, akik nem itthon éltek Magyarországon, társadalomkritikusnak lenni? Hát nem csak Magyarországon van társadalom, ugye, hanem Magyarországon kívül is. Nem tudom, mi igazából zenét csinálunk, és nem sokat filózunk, de azért a szövegekből ez leszokott jönni, hogy hogyan gondolkozunk bizonyos kérdésekről. Szerintem a zenéből is. A zenéből is. Van két cigány dal, kettő vagy három cigány dal legalább. Igen. Szerintem most magyar népdalt nem is dolgoztunk föl. Magyar népdalt nem is dolgoztunk föl valamiért. Nem szándékosan, de tényleg nem. Van egy bolgár dal, ami nagyon szép. Ezen kívül csak migráns zene van. Tehát a Kelet-Európa, Közel-Kelet, és az egész katyvasz, ami itt körülöttünk van, Magyarországon is, meg körülöttem Izraelben, a Közel-Keleten, ez szerintem mindenképpen átjön. Az, hogy nem Magyarországon éltek, az nem újdonság már, hiszen jó néhány évvel ezelőtt elköltöztetek, az alkotói kedv ugyanúgy megmaradt, és a Besodrom ugyanúgy a szívügyetek maradt. Változik-e attól valami bennetek, hogy nem egy országban éltek? Változik-e, vagy megmutatkozik-e zeneileg, például a Besodrom új zenei anyagában? Nekem nagyon nehéz, hogy ahhoz, hogy elmenjek egy színházba, az rögtön egy repülőjegyet is kell, hogy vegyek. És az nagyon hiányzik például. Úgyhogy ha jövök, akkor próbálok feltöltődni, és ez szerintem nagyon összefügg avval, hogy milyen töltés kap az ember, milyen impulzusokat, hogy aztán utána mi az, ami belőle jön ezután. Én nagyon-nagyon sokat, az input, a bemenet ott, ahol élek, rengeteg új tapasztalat ér folyamatosan, és ez hallatszik a zenélésen is, elég erősen. Hát és az ad egy jóval nagyobb stenket a munkához, hogy távol vagyunk egymástól, és sokkal erősebben, vagy sokkal szívesebben mutogatjuk egymásnak az ötleteket, hiszen nem egy országban élünk. Jó hazajönni? Egyébként szerettek ide hazajönni, és mennyire követitek itthon az aktuális történéseket? Nézd, én nekem az otthonom az Jeruzsálem, most éppen Jeruzsálemben van. Az otthonom ott van, ahol a gyerekeim iskolába járnak, ahol a hangszereim vannak, ahol a munkám van, ahol jól érzem magam. Tehát ilyen szempontból hát természetesen hazajövök, de otthonról jövök haza, és aztán otthonra megyek vissza. Tehát ilyen szempontból nem követed napi szinten. A magyarországi politikai események meg egyáltalán nem érdekelnek. Nem azért, mert nem érdekel Magyarország, hanem azért, mert nem itt élek, hanem Izraelben, és ott egy teljesen másik valóságban élünk, ami egyáltalán nem átkonvertálhatóak az a legalapvető politikai és ideológiai fogalmak sem átvehetők. Tehát ez egy teljesen másik realitás, és én ott vagyok. Én viszont követem. Én viszont követem, és nem csak ezt, hanem a hazai életet is. Ugye most azt mondom, ma este nagyon érdekes lesz, hogy kilépünk az Unióban, és éppen követem az izraeli eseményeket is, mert ott is laknak ugye rokonaim, és engem úgy, amúgy is úgy sokkal jobban érdekel talán az egész, nyilván sokkal jobban is zavar egy csomó dolog. Megpróbáltam egyébként nem követni, nekem nem jött össze, tehát sajnos én nekem... Te nem tudod elengedni nem úgy tudom, az országot, téged... Nem képbe lennem, és ha képbe vagyok, akkor meg már kőkövön nem marad. Nagyon sok sikert kívánok nektek a következő 20 évre, minimum. Köszönjük a következő 20 évre, és hát hallgatjuk a zeneiteket, és megyünk a koncertetekre, amikor itthon játszotok. Köszönöm. Az egy zebra?
Hát... Fogjuk rá. Egy ilyen klubrádió zedra majdnem. Azért, ez most rögzítette, igen.